Szeretettel üdvözlök mindenkit, kedves barátaim, jó estét kívánok! Remélem jól vagytok, remélem mindenki jól van. 8:05 már az óra, vár benneteket a tóra, gyertek tanulni, kedves barátaim, Megyeri Jonatán vagyok. Sziasztok, jó estét kívánok mindenkinek, és már nem vagyok végre egyedül, már több mint 15-en vagyunk. Jó estét kívánok Marián Zsolti barátomnak. Nem jobb dobja föl mindenkinek a nevét a Facebook, nem értem, hogy miért. Nem értek hozzá, mindig ugyanazokat a neveket látom, közben tudom, hogy sokkal többen vagytok, de nem baj. Jó estét kívánok Borgónak, jó estét kívánok Dávidnak, szeretettel üdvözlöm Charlie-t, Károly barátomat, jó estét kívánok Szilágyi Tobinak, Csabának, Jéger Laci barátomnak, remélem az egész család jól van, üdvözlök innen is mindenkit, jó estét kívánok Bernadettnek, gyülekezik a kemény, ma már több mint 50-en vagyunk. A tegnapi tanulás anyaga az, hogy is mondjam, meglehetősen nehéz volt. Mit bizonyára láttátok, amikor kiposztoltam az oldalra a tanulás szövegét, akkor feltűnhetett, hogy nem az egész anyagon mentem keresztül, ha úgy tetszik, nem az egész anyagon mentem keresztül. Ez azért van, mert olyan mély koncepciókról van szó, meg olyan bonyolult a dolog, hogy élő szóban szinte nehezebb, mint írásban. Jó estét kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik. István, László, jó estét kívánok Máriának, szeretetlen Frajnyi barátomnak Miskolcról, remélem az egész család jól van. Jó estét kívánok Jankónak, Csabának. Cserébe a mai tananyag az egy picit könnyebb. A smá mondásról beszél a Rebe. Ugye most már több mint egy-két hónapja a Lubavitchi Rebe, Menachem Mendel Schneerson rabbi, vagy Schneerson Mendel Menachem Rabbi Hayom Yom Napról Napra című könyvéből tanulunk. Ugye ez egy egészen egyedülálló, fantasztikus könyvecske, amiben a Rebe minden napra ad egy rövid kis tanítást, egy aforizmát, egy haszid történetet, valamilyen haszid szokást, vagy valami ilyesmi, közben meg kiemelt tisztelettel köszöntöm kedves barátaimat, akik most csatlakoztak, így például Ács Laci barátomat, Tamás Tímát, Krisztinát, Lászlót, Blezsán Laci barátomat, szóval, hogy egy csomó ismerős név, szóval, hogy erről beszélgettünk. És a Rebe azt mondja, Adár hónap 28-án, az ma most van, Adár hónap 28-a, a következőt mondja a Rebe. Azt mondja, a lefekvés előtti smá mondás, akkor szombaton is ünnepekkor nem mondjuk a világ ura kezdetű bekezdést, és a lamna ceach, azaz a karmesternek szóló bekezdés sem. Ahhoz, hogy ezt értsük, ezt a gondolatot, ahhoz kell tudnunk, hogy mit jelent, mi az, hogy a lefekvés előtti smá mondás. Oké, akkor nézzük, mit jelent ez. Van a Tórában, közben hoztam magammal egy Chabad szidúrt, egy Chabad imakönyvet, egy Chabad rítus szerint imakönyvet, és van itt egy magyar rítus szerint imakönyv is. És tulajdonképpen arról van szó, hogy a Tórában van három különleges rész, mindegyik rész különleges, de van három, ami egészen különleges rész, amit úgy hívunk, hogy a smá. Az azt jelenti, hogy tulajdonképpen, ez azt jelenti, hogy különleges, hogy egy tulajdonképpen egy hitvallás, egy hittétel, egy hitvallás abban a tekintetben, hogy az ember, hogy hiszünk az örökkévaló Istenben. Az első rész három különböző részből áll a smá. Ez minden nap elmondjuk kétszer, a reggeli imádkozás és az esti imádkozás alatt elmondjuk kétszer ezt a három tórai passzust, és aztán egy harmadik alkalommal elmondjuk lefekvés előtt. Erről van szó a mai tanulásban, de ne rohanjunk ennyire előre. A következőről van szó, ez a három passzusból az első, Mózes 5. könyvének 6. fejezete, 4-től 9. vers. A következőképpen hangzik magyar fordításban. Halljad, Izrael, az örök az Istenünk, az örökkévaló egyetlen. Smá Izrael, ha sem elokénu, ha sem echád. Majd utána úgy folytatódik. Szeresd hát az örökkévaló Istenedet egész szíveddel, egész lelkeddel és minden tehetségeddel. Ezeket a szavakat pedig, amelyeket ma elrendelek neked, vedd a szívedre, és tanítsd gyermekeidnek. Beszélj róluk, amikor otthon vagy, vagy amikor úton jársz, ha lefekszel és ha felkelsz. Közd őket jelképként kezedre, és homlokkötőül szemeid közé,
írd fel őket házad ajtófélfáira és kapuira. Ez a tórai vers az alapja tulajdonképpen két fontos micvának, két fontos tórai parancsolatnak, az egyik a tfilin, az imaszi, erről korábban beszéltünk, ugye amikor azt mondja a Tóra, közd őket jelképként kezedre és homlokkötő szemeid közt, ez az imaszi parancsolata, írd őket fel házad ajtófélfáira és kapuira, ez pedig a mezuza parancsa, az ajtófélfára helyezett pergamentekercs parancsa. Tehát ezt innen tudjuk a Tórából. Aztán van egy következő rész, ez tehát az első része ennek a, majdnem mondhatnám, hogy imának, de ez valójában nem egy ima, hanem ez egy hitvallás. Egy hit, egy deklaráció annak, hogy hiszünk az egy és örökkévaló Istenben. A második rész az Mózes 5. könyvének 11. fejezete, 13-tól 22. versi. És a következőről van szó, most csak a magyar fordítást olvasom, szándékosan nem a hébert. Ha pedig jól figyeltek rendeleteimre, melyeket ma rendeltem neked, és szeretettel, tiszta szívből és egész lényetekkel szolgáljátok majd örökkévaló isteneteket, akkor időben adok esőt a földjeitekre, őszi és tavaszi esőt, hogy be tudja gyűjteni gabonádat, mustodat és olajodat. Füvet adok mezőidre, állataid számára, te is ehetsz és jól lakhatsz. Vigyázzatok azonban, nehogy megtévedjen szívetek, és félrelépjetek, hogy idegen isteneket szolgáljatok, és azok előtt boruljatok le, mert akkor fellobban az örökkévaló haragja ellenetek, és elzárja az eget, hogy ne legyen eső, a föld nem hoz majd termést, és ti hamarosan kivesztek abból a jó országból, melyet az örökkévaló nektek juttat. E szavakat vegyétek hát szívetekre és lelketekre, kössétek azokat jelképként karotokra, és legyenek homlokdíszek szemeitek közt, megint a tfilin parancsolata, az imaszi parancsolata. Tanítsátok meg rájuk gyermekeiteket, akár otthon vagy, akár úton jársz, amikor lefekszel, vagy amikor felkelsz. Írd fel azokat házad ajtófélfáira és kapuira, hogy sokáig élhessetek ti és fiaitok azon a földön, Izrael földjén, a Szent földön, amelyről megesküdött Isten őseiteknek, hogy nektek adja, amíg csak ég lesz a föld fölött. Ez tehát a második rész a Smából, ebből a hitvallásból, amit minden nap elmondunk kétszer. Miért mondjuk el kétszer? Hát mert az előbb mondtuk, hogy el kell mondani kétszer. Azt mondja, tanítsátok meg rájuk gyermekéteket, ha otthon vagy, ha úton jársz, amikor lefekszel és amikor felkelsz. Azaz reggel és este, amikor lefekszel és amikor felkelsz. Pardon, este és reggel. Ugye a zsidó napok este kezdődnek, amikor lefekszel és amikor felkelsz. Innen tudjuk, hogy kétszer naponta el kell mondani a Smát, ezt a három szakaszból álló hitvallást, ebből az első két szakaszt már megemlítettem, a harmadik szakasz pedig a következőképpen hangzik, ez Mózes 4. könyvének 15. fejezete, 37 verstől 41-ig. De hát nem sorrendben vannak a... Pontosan már az első kettő az szinte sorrendben van, a harmadik pedig nem. És a következőről van szó. Azután azt mondta az örökkévaló Mózesnek, szólj Izrael fiaihoz, és mondd meg nekik, hogy aggassanak rojtokat ruháik sarkaira nemzedékeken keresztül, és a sarkok rojtjaira tegyenek égszínkék fonalat. Ugye erről van szó, ez ami a ruhánk alatt van, itt az ingem alatt, a cicit, a szemlélő rojt, most nem akarom levenni az ingemet, nem akarok senkit sem elborzasztani, erről van szó, hogy a ruhánk alatt található talit katán, vagy pedig négy sarkú ruha, azt mondja, és mondd meg nekik, hogy aggassanak rojtokat ruháik sarkai nemzedékeiken keresztül, és a rojtok sarkaira tegyenek égszínkék fonalat, hogy szemlélő rojtként szolgáljon nektek, amikor látjátok, eszetekbe jussanak az örökkévaló összes rendeletei, és aszerint cselekedjetek, ahelyett, hogy szívetek és szemeitek után járnátok, melyek erkölcstelenségre visznek benneteket. Inkább emlékezzetek összes rendeleteimre, és teljesítsétek azokat, hogy szentek legyetek istenetek előtt. Én vagyok az örökkévaló istenetek, aki kiszabadított benneteket Egyiptom országából, hogy istenetek legyen, én vagyok az örökkévaló az istenetek. Ez a harmadik része a Smának, ez a három szakasz tehát tulajdonképpen nem más, mint a zsidó ember hitvallása, annak a megerősítése, hogy hiszünk abban, hogy az örökkévaló a mi Istenünk, az örökkévaló egy, az örökkévaló parancsolatai az, amelyeken keresztül kiválasztott bennünket, az örökkévaló parancsolatai azok, amelyeken keresztül szolgálni tudjuk az örökkévalót, és így tovább. Most tehát, a reggeli imának, a zsidó, pontosan inkább akkor másként mondom, az esti imának, és a reggeli imának, ahogy az előbb olvastuk, hogy beszélj róluk, amikor lefekszel és amikor felkelsz, tehát az esti imának és a reggeli imának szerves része a smámondás.
ennek a három szakasznak az elmondása. Emellett van egy szokás, egy rabbinikus, ha úgy tetszik, rabbinikus parancsolat, hogy mielőtt lefekszik az ember, mikor az ágyában van, akkor is mondja el ezt a hitvallást, teljesítve azt a parancsolatot, hogy midőn lefekszel és mikor felkelsz. Reggel pedig rögtön, amikor felkelünk, akkor utána ugye az ember kicsit összeszedő a gondolatait, magához tér, és utána imádkozik. Ugye a reggeli imád minél hamarabb felkel és után kell mondani, például nem lehet semmit enni vagy inni a reggeli imádkozás előtt, kivéve, hogyha az embernek a koncentrációja, az imára való koncentrációja kárt szenvedne akkor, hogyha nem enne vagy éhgyomora lenne, de egyébként normális esetben nem eszünk a reggeli ima előtt, és amikor fölkelünk, akkor utána imádkozunk. Így tehát a smá mondás teljesítését, amit a Tóra parancsol, azt így teljesítjük az esti ima és a reggeli ima alatt. Tehát, azt mondja a Rebbe, hogy, na még egyszer, van egy különleges nuszák, egy különleges liturgia, egy különleges ima rend, amit összeállítottak a bölcseink, hogy mit kell az embernek mondania lefekvéskor. Lefekvéskor. Mit mond az ember lefekvéskor? Egy viszonylag hosszabb imarendet mond, aminek az első része az egy rabbik által összeállított szövegrész, ami magyar fordításban a következőképpen hangzik. Világok ura, vagy világ ura, ezennel megbocsátok mindenkinek, aki megharagított és bosszantott, vagy megbántott, akár testi, akár anyagi szempontból, akár becsületemben, akár másban, ami hozzám tartozik, akár kényszerűségből, akár magától, akár tévedésből, akár rossz akaratból, akár szóval, akár tettel, akár mostani, akár másik életemben. Ez vonatkozik minden emberre, nehogy valakit megbüntessenek miattam. Legyen ez az akaratod, örökkévaló Istenem, őseim istene, atyáim istene, hogy többé ne kövessek el vétket, és így ne kelljen megbánnom, hogy ne keltsem többé fel haragodat, ne tegyek semmi olyat, amit rosszallasz. Amit pedig már vétkeztem előtted, semmisíts meg azt nagy irgalmatban, de ne szenvedés vagy súlyos betegségek által, fogadd szívesen szám szólását, és szívem igaz gondolatait, örökkévaló szírtem és megváltom. Ez egy rövid kis ima, majd ezután, ennek az elmondása után elmondjuk a smát, azt az előbbi három szakaszból álló hitvallást, ugye most meglepődtök, mert ez viszonylag hosszú rész, az ember elalvás előtt ilyesmit el kell mondjon, de igen, el kell mondjon. Vallásos zsidó ember, istenhívő zsidó ember, a hagyományokhoz ragaszkodó zsidó ember, mikor lefekszik, mielőtt lefekszik, nem fekve, hanem még fölül az ágyban, mikor még ül az ágyban, természetesen betakar testtel, és természetesen letakart fejjel, akkor még elmondja ezeket az imákat. Majd elmondja a smát, még van egy pár zsoltár, amit el kell mondani. Az egyik ilyen zsoltár az a 91. zsoltár, a másik ilyen az különböző írásversek, itt csak azért lapozok, mert két különböző imakönyvből dolgozom, mert a Chabad ritus az eltér a Magyarországon használt ritustól. A Rebbe tulajdonképpen azt mondja, hogy általában, amikor mondjuk még az 51. zsoltárt lefekvéskor, akkor ünnepnapokon, szombaton és ünnepnapokon nem mondjuk ezt az 51. zsoltárt lefekvéskor, csak hétköznap. Azokon a napokon sem mondjuk ezeket, amely napokon nem mondunk tachnunt, azaz bűnbánó könyörgéseket, tehát ez tulajdonképpen az ünnepnapokra, szombatra és az ünnepnapokra vonatkozik. A smá három szakaszának elmondása után hozzátesszük az emet, azaz igaz szót. Tehát miután befejezzük a smá mondását, azután hozzátesszük még azt a szót, hogy emet, igaz. Itt tennék egy kis kitérőt. Talán már mondtam egyszer, de lehet, hogy nem, azt hiszem már biztos, hogy mondtam, de talán ismétlésem nem rossz. Az emet szó héberül azt jelenti igaz. Igaz, emet. Ez egy nagyon érdekes szó, mert a Héber ABC-nek az első betűjét, az utolsó betűjét és a középső betűjét tartalmazza. Emet az három betűből áll a Héberben, egy Alefből, egy Memből és egy Tafból. Alef, Mem, Taf. Ez a három betű, ami az emet szót képzi Héberül.
És nagyon érdekes, hogy az Alef a Héber ABC első betűje, tehát az Emet szó első betűje, a Héber ABC első betűje is egyben, az Emet szó utolsó betűje, az igaz szó utolsó betűje, a Táf az a Héber ABC utolsó betűje, és a Mem, a középső betű, az Emet, az az igaz szóban héberül, az pedig az Héber ABC középső betűje. Ugye ez tehát tulajdonképpen azt mutatja, hogy az a szó, hogy igaz, az igazság, az átöleli a teljes Héber ABC-t, átöleli egyben a Héber ABC-vel együtt, átöleli a teljes, hogy mondjam, tórát, mindent, ami a Héber betűkkel kapcsolatos, szóval az isteni tanokat, és így tovább. Igaz. Minden igaz, ami a Tórában van írva, ami a Bibliában van írva, az igaz, emet, és ezt a szót hozzátesszük még a smá mondás után, nem csak, egyébként nem csak a lefekvéskor, akkor is hozzátesszük, amikor az ember egyedül imádkozik, tehát nem közösségben, vagy a közösségben, akkor pedig az előimádkozó teszi hozzá ezt a szót, hogy emet. Akartok hallani egy nagyon érdekeset? A reggeli ima alatt, ez lehet, hogy nem mondom el ezt a történetet. Nem hiszem, inkább nem mondom el ezt a történetet. Oké. Nos, tehát azt mondja Rebe, a smá három szakaszának elmondása után hozzáteszünk az emet, az az igaz szót. És a jálucu kezdetű mondatot egyszer mondjuk, és a hinei és a jeverecheho című, vagy kezdetű mondatokat, vagy háromszor mondjuk. Tehát ezek különböző liturgiai részek, amelyeket az esti, a lefekvés előtti imákkor mondunk a Chabad Lubavitchi imarend szerint. A tikun hacodban nem mondunk lamnáciák, de vó kezdetű részt azokon a napokon, amikor nem mondunk bűnbánó könyörgéseket. Meg egy nagyon érdekes zsidó szokás, egy nagyon érdekes, egy ősi kabbalisztikus zsidó szokás, amit úgy hívunk, hogy tikun hacot. Szó szerint azt jelenti, hogy az éjféli kijavítás. Dávid azt mondja a Zsoltárában, az egyik Dávidi Zsoltár azt mondja, hogy behátszott Laila, akum lehodotlach. Éjfélkor fölkelek, hogy hálát adjak neked igazságos döntéseidért. Behátszott Laila, akum lehodotlach. Ezt mondja Dávid, az azt jelenti, hogy Dávid a Talmud szerint, Dávid király, érdekes történet, a Talmud szerint Dávid király sosem aludt végig egy teljes éjszakát, hanem volt egy csodálatos hárfája, ugye Dávid játszott egy hárfán, amikor lefekült este, későn lefekült aludni, akkor fölakasztott, és amikor befújt a szellő, éjszaka befújt a nyugatról jövő szellő, akkor megpengette ezeket a hárfának, ezeket a csodálatos hárfának a húrjait, és akkor erre a hárfa muzsikára kelt fel Dávid. Azt is mondja a Talmud egy helyen, hogy Dávid nem aludt sose többet, mint senát szusz, mint egy lónak az alvása, ami körülbelül 20 perc. Egy ló, ugye a lovak, nem biztos tudjátok, a lovak olyan tekintetben érdekes állatok, hogy amikor alszanak, akkor nem fekszenek le, nem fekve alszanak, hanem állva alszanak, becsukják a szemüket, és állva alszanak. Emiatt nem is tudnak túl sokáig. Én már közben itt ásítok, mert nagyon álmos vagyok, szóval a lovak nem is tudnak hosszú ideig aludni. Ezt úgy hívja a Talmud, hogy senát szusz, a lovak alvása, és azt mondja a Talmud, hogy Dávid nem aludt sose többet, mint senát szusz, egyszerre egy húzamban nem aludt többet, mint 20 percet, mint annyit, amint a lovak alszanak, és ez volt az egyik különlegessége. Dávid azt mondja magáról, hogy a Salamonnak meséli a Bibliában, azt mondja, amikor a többi királyok, amikor más királyok alszanak, akkor én már akkor dolgozom, akkor tervezek, akkor imádkozok Istenhez, akkor tanulok. Szóval Dávidnak a sikere az annak volt jó részben annak volt köszönhető, hogy többet dolgozott. Van egy érdekes zsidó mondás, a Moshe Chaim Luzzato rabbi mondja, egy híres 16. századi rabbi, Moshe Chaim Luzzato, ő azt mondta, hogy aki gyors, az kétszer él. Ha belegondol, aki gyors, az kétszer él. Nekem egyik kedvenc mondásom, aki gyors, az kétszer él. Magyarul, ha valaki adott idő alatt kétszer annyit csinál, mint valaki más, akkor az ő élete az kétszer hosszabb tulajdonképpen. Kétszer produktívabb, mint valaki másnak az élete. Ugye, hogyha gyors vagy, akkor kétszer élsz. Azaz, hogyha adott egységnyi idő alatt több mindent csinálsz, akkor ha egységnyi idő alatt több mindent csinálsz,
az olyan, mintha több időd lenne, mintha hosszabb lenne az életed. Természetesen nem hosszabb az életed, ez egy képletes kifejezés, aki gyors, az kétszer él, tehát az, hogy milyen produktív az ember, az tulajdonképpen az életének, az élet, az, hogy az embernek milyen az élete, az lényegében az határozza meg, hogy mennyire produktív, hogyha kétszer annyi dolgot tudsz csinálni egységnyi idő alatt, mint más, akkor a te élet az olyan, mintha kétszer olyan hosszú lenne, magyarul aki gyors, az kétszer él. Vagy ez, ahogy ezt Moshe Chaim Luzzatto rabbi fogalmazta meg a 16. században, aki gyors, az kétszer él. Úgyhogy Dávid királynak ez volt az egyik különlegessége, vagy ez volt az, a sikerének, úgy tetszik, a sikerének az egyik titka az az volt, hogy éjszaka, amikor más királyok aludtak, akkor Dávid már ébren volt, fölkelt éjszaka, ugye hogy került ez ide, Lubavitch arról beszél, hogy van egy ilyen híres szokás, egy híres Lubavitch szokás, amit úgy hívnak, hogy tikkun hacot, amikor fölkelünk éjszaka, és zsoltárverseket mondunk, könyörgünk, bűnbánó imákat mondunk, és egyébként bizonyos helyeken szoktak ilyenkor kis hamut szórni a fejükre, emlékül, vagy gyászolva a jeruzsálemi szentély pusztulását, és próbálva a könyörgéseinkkel, az imáinkkal kegyet találni a Teremtő Isten szemében, hogy ismét elküldje a megváltót, és ismét felépüljön a jeruzsálemi szentély. Kedves barátaim, néhány perc múlva kint lesz a mai tanulás anyaga itt ezen az oldalon. Csütörtök este van, hála Istennek, ez a hét is lassan a végéhez közeledik. Én már nagyon várom már, hogy holnap délután legyen, hogy sabbat legyen. Úgyhogy holnap este nem találkozunk, szombat este nem találkozunk, legközelebb vasárnap este 8 órakor várlak benneteket sok szeretettel. Ne felejtjétek, hogy hétfőn munkaszüneti nap van, polgári ünnep a március 15-e, ennek dacára vasárnap este is, és természetesen hétfő este is. Várlak benneteket sok szeretettel, néhány perc múlva kint lesz a mai tanulás anyaga. Mindenkinek sabbat shalom, békés szombaton, békét és boldog szombatot. Jövő héten Isten segítségével találkozunk, a jövő hét a zsidó szempontból már vasárnap, hiszen a szombat a hét utolsó napja, tehát vasárnap este várnak benneteket sok szeretettel, 8 órakor, addig meg fogom nézni, hogy milyen kérdések érkeztek az elmúlt napokban, nem nagyon volt időm megnézni a leveles ládát, hogyha bárkinek van kérdése, kedves Angéla, nyugodtan küldjétek el, vigyázzatok magatokra, jó egészséget, vigyázzatok magatokra és egymásra, szép estét, holnap este, vasárnap este 8-kor várlak benneteket, sziasztok!